információ róla. Valami SF George, az a Udi széle. A Giorgio-ba meg szerintem románokat megy lefele. Várható érkezése pedig majd 6. 27-én 8 óra. És hogy motorral megy. Underwear. És a... mi van még itt? Tudunk egymás között SMS-ezni, tudunk egymás között. Tehát csak egy külön hajónak tudok SMS küldeni. Azon kívül van itt ez a manover board, hogy ember a vízbe. Tehát ezt megnyomom, akkor minden hajó kap egy riasztást itt SMS-be, hogy ember a vízbe. Az a másik pedig, hogyha valamilyen hajós baleset történik, akkor tudunk riasztani a többi hajót. Nem egy nagy izé, nem egy nagy plusz. Kapcsolatányi, bocsánat, lehetségesen interjú. De, a... de már nem érted, hogy éppen Dumában vagy? Nem, de van, majd a vízben szélnyom a bombat. De. Simán. Rofi gyerek. Figyelj, mit akarsz? Mondok neked valamit, a magáról erről a menetrendi járatról ne kérdezni, mert fogalmam sincs róla nekem se. Ha itt a hajózás az érdekes, hogy tele lesz, nem lesz tele. Akkor sem nagyon tudok nyilatkozni, mert nem, tehát nem az én szakterületem. Uh-huh. Miről tudnám? Hát kérdez a hajó, magáról a hajózásról. Mikor épült a hajó? Van Dugó Dunán? Van. Tényleg van, nem? Hogyne. Na nem. Este 8 és 10 óra között kiállsz a partra, és elképesztő, hogy mennyi hajó van a Dunán. 30-40 ilyen kis hajó minimum. De nem Dugó, tehát a vacsora hajó. Forgalom van, akkor tehát ez egy jelentős betegség, forgalom. Egy jó kis rajnai hajóforgalom, amikor 8-an jönnek szembe, meg 12-en előznek, és ott szerencsétlenkedsz a rajnának a közepén. Az Dugó, ott Dugó van, de Pestinként azért van. Főleg itt a Szabadsághíd alatt, itt elég gyorsan folyik a víz, itt fölfele menet a hajók is kicsit lassabban mennek. Beszélgessünk meg kicsit. De a hajózásról abszolút, ez komolyan. Csak megtesz, hogy a kormánykedék mellé áll. Szemüvegemet fölvehetek? Hát, 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 hát,